Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkedben. Kedves testvérek, ma Szent László királynak az ünnepe van, és ennek a kis berekfürdő kápolnának is a templom búcsúja. Úgy áll előttünk itt László király, mint a vitéz Zobak király, aki vizet fakaszt a sziklából. Úgy, mint Mózes annak idején, amikor a nép vándorol a pusztai vándorlás kapcsán, és felrekedik az Istennel. Hasonló módon László király, aki a 11. században él, ma is könyörög élettünk, hogy keresztény magyarokként tudjunk helytállni ebben a világban. Ebben a Szent misében imádkozom a egyházközségeinkért, azokért, akik eljöttek el a templom búcsúra, és köszönöm azt, hogy most így együtt lehetünk. Hogy az ünnepünk valóban méltó legyen, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg mindenket. Jónon, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szentül helyen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Szent László király, érdemeiért és közben járására őrizd meg minket minden rossztól, és vezess a boldog örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat, feltárja előtte Isten országát, és megtanítja a szentek tudományára. Megáldja munkáját, és gazdagon megjutalmazza fáradozását. Oltalmazza őt az álmánkodóktól, akik kifosztanák. Bőséget ad neki. Megvédi ellenségeitől, megoltalmazza üldözőitől. Kemény harcaiban neki juttatja a győzelmet, hogy belássa, mennyivel hatalmasabb a bölcsesség mindennél. A bölcsesség nem hagyja el az igazat akkor sem, ha elárulják, hanem megszabadítja a gonosztól. Elkíséri a börtönbe, vele marad a bilincsekben is. Végül uralomra segíti és oltalmat nyújt neki zsarnok elnyomóival szemben. Kimutatja azok álnokságát, akik őt gyalázták, neki pedig örök hírnevet ad a mi Istenünk. Ez az Isten igéje. Isten igéje. Boldog az az ember, aki az Urat féli. Boldog az ember, aki az Urat féli. Boldog ember, aki féli az Urat, aki az Úr törvényében örömét leli. Hatalmas lesz hivatéka a földből, áldott lesz az igazak nemzetsége. Boldog az az ember, aki az Urat féli. Dicsőség és gazdagság költiben a házát, igazsága örökre megmarad. Az igaz világít, mint fény a sötétségben, igazságos, jóságos, így is érgalmat. Boldog az az ember, aki az Urat féli. Nem tántorodik meg soha, az igaz emléke örökké megmarad. Boldog az az ember, aki az Urat féli. Rossz hírtől nem kell félnie, szíve nyugodt, mert az Úrban bízik. Szíve Isten ismer félelme, ellenségei szégyenben maradnak. Boldog az az ember, aki az Urat féli. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusaikhoz írt első leveléből. Testvéreim, a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik és nem is kevés. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér,
a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem meg, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek. Most még marad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük legnagyobb a szeretet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Alleluja! 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 Jézus mondja, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Alleluja! Legyen veletek. És a te lelkedben. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattat el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, több mint 900 elteltével Szent László királyról emlékezünk meg, és az ő alakját szeretném idehozni, és ugyan a 11. században élt, de mégis meg kell keresnünk azokat a tulajdonságait, azokat a vonásait, amelyek ma is számunkra példát ad és irányt mutat, hogy hogyan is kell élnünk keresztényként, Isten szeretően ebben a mai világban. Ahogyan látjuk itt Szent László királynak az alakját, Daliás termetű, az írások szerint, ahogyan az akkori írók írják, egy fejjel nagyobb mindenkinél. Mindenki a válláig ér. Egészen kitűnik a tömegből, a csatákban mindig ő megy legelől, és ahogyan nézzük ezt a képet, látjuk, hogy a tekintete fölfelé néz az Istenre. Vagyis Szent László királyra, amikor megemlékezünk, akkor látjuk benne az Isten szerető uralkodót, akinek az egész élete harc. Szinte gyerekkorától egészen élete végén harcol. De ki is volt ő? 1046 körül született Lengyelországban. Édesatya első Béra királyunk, az édesanyja pedig lengyel származású hercegnő. Édesapjától örökli a kardforgatást, édesanyjától pedig a mély, elkötelezett katolikus hitet. Ez a két ellenvonás az, ami László királyt meghatározza. Pedig a szüleinek sem volt könnyű az élete, mert az ő nagyapja Vazul, akit
István király megvakítatott lázadása miatt, majd számüzetésbe Lengyelországba kerülnek, majd úgy kerülnek vissza. István király halála után országunkban anarchia dúl. És ahogyan említettem, már gyerekként megtapasztalta a testvér viszályokat és a testvér harcokat. Édesapja harcol nagybátyjával. Aztán akkor, amikor mind a ketten meghalnak, akkor testvér bátyja Géza harcol unoka testvérével, Salamonnal. A trónra szeretnének kerülni. Harsányi Lajosnak van egy nagyon szép regénye, az a címe, egy fejjel nagyobb mindenkinél. És hát szörnyű dolog az, ahogy az egyik király után hal meg a másik, és hogy csatával akarják, harcban akarják megnyerni az országnak az irányítását. És akkor, amikor László király lépne a trónra, akkor ott vannak az országnak a fiúrai, és őt megszavazzák, hogy ő legyen a király, de ő egy kérdést szegez a fiúrakhoz. És azt kérdezi tőlük, hogy elfogadtok-e olyan királynak, aki egyedül Istennek engedelmeskedik. És egyhangúan kiáltják, hogy elfogadunk. És akkor László király a nemesekkel együtt lemegy Szent István királynak a sírjához, és ott imádkozik. Ahhoz a Szent Istvánhoz, aki megvakította az ő nagyapját, és aki miatt ők külföldre menekülnek. A fiúrak összezsúgnak Istvánhoz, aki megvakította a nagyapját. Mégis akkor, amikor László király elkezdi az uralkodását, akkor tudja azt, hogy bizonyos dolgokon felül kell emelkedni, és csak István királynak az örökségét lehet folytatni. Csak Istennel lehet építeni ezt az országot. Mezőkövesden voltam először káplán, ott a Szent László plébánián. Nagyon érdekes az ottani oltárkép, mert hogy nagyon össze lehet téveszteni Szent István királlyal. Mert ismerjük Szent István királynak az alakját, aki ott térdel a szűzanya alatt, előtt is a koronát fölajánlja a boldogságos szűznek. Valami hasonló kép tárulkozik a mezőkövesdi Szent László templomban elénk. Vagyis László király az, aki Szent István helyébe lép, és ő az, aki az országot megszilárdítja és igazán keresztényé teszi. Említettem azt, hogy László király egész életében harcolt. Nagyon sok megpróbáltatás kísérte. Harcol a némettel, göröggel, besenyűvel, a kunnal, és az országban is helyre kell állítani a rendet, hiszen rendkívül elharapózik a lopás, és kemény törvényeket kell hoznia. Tehát először is az országot meg kell szilárdítani belülről, nagyon kemény intézkedéseket hoz, ami előtt talán ma ilyen ember csodálkozik, de ahhoz, hogy ezt igazán értékelni tudjuk, vagy ahhoz vissza kell menni abba a korba, ahol Szent László király is élt. Egy tyúk lopásáért csonkítottak, valakinek levágták a karját, vagy lopásért van, akinek a szemét nyomták ki, de volt olyan is, hogy kötél általi halálra ítéltek. Ezek ilyen nagyon kemény intézkedésnek tűnnek, de így lett rend, és később László király a törvényeket módosítja és enyhíti. Mégis a nép szereti a királyt. Nem félnek és nem rettegnek tőle, hanem szeretik. Mert hogy ez a király olyan király, aki az Istenhez fordul, és minden küzdelmében az Istentől kéri a segítséget. Sokféle nehézség van az országban. Egyet szeretnék idehozni, hogy fölüti a fejét a pest is, ami szörnyű betegség, úgy is mondták, hogy dögvész. És a legenda szerint
Szent László király úgy találja meg a gyújtfüvet, hogy a nyilát az éjjől elrepíti a nyilat, és ahol leesik, ott abban a növénybe esik az ő nyila, amely aztán majd a gyógyulást jelenti. Ez a Szent László fű. Arany János nagyon szépen fogalmazta meg az egyik balladájában Szent László füve címmel, ami a népnek a száján tovább élt. Ebből szeretnék csak részleteket fölidézni, mert hogy a költő nagyon szépen és emelkedetten fogalmazza meg és állítja elénk az imádkozó királyt, aki aggódik, hogy mi is lesz vele, és a nép is lázad, mert hogy vissza akar fordulni az ősi magyarok istenéhez, és így keresik László királyt. Na, Arany János szerint így imádkozik Szent László király. A király pedig ült a földnek korában, bűnbánatot tartván néma sátorában. Megszaggatta szárnyát gyászos köntösének, koronája helyét hamuval hinté meg. Fennszóval könyörögve, én Uram Istenem, könyörülj, könyörülj, veszendő népemen. Oncs ki rám, ha tetszik, méltó haragodat, csak népemről vedd le sújtuló kardodat. És ekkor jönnek, hogy az emberek lázadnak, hogy mit tegyenek, nem találják az ellenszert. De László király az Istenhez folyamodik, ahogyan olvastuk az előbb, Böjtöl, és a következő képen fogalmazza meg Arany János. Összetette kezét, hogy reszketett belé, és nagy indulattal az égre emeli. Maga is felnézett, mindenki láthatta, mert egész fejével őket meghaladta. És mint szúzatot, mely a pusztába kiállt, hallák imádkozni a felséges királyt. Hatalmas Úristen, seregeknek Ura, haragod el népre, ne gerjedjen újra. Ó, ne vondd el tőlük lelkednek világát, inkább orvosold meg elméjük vakságát. Nagy Isten, mutasd meg erejét csodádnak, teremts csodát nekik, hisznek, mikor látnak. Még soká könyörögve, mert mozgott a szája, nézvén a magasig domború boltjára. Megnyitá az Isten, és látást mutatott, de amint a király, csak maga láthatott. És megtörténik a csoda, tehát, hogy a László király, ahogyan meglátja, hogy mit is kell tennie, angyal súgott neki, hogy vegye elő az íjat, és a nyilat röpítse ki. Majd amikor megtalálja, akkor utána a király hálát ad. És kiment a néphez, és hirdette annak, örvendj népem, örvendj, adj hálát Uradnak, adj hálát az élő egy igaz Istennek, mert megadta végét a veszedelemnek. Gyönge szolgájának, mert látást mutatott, népem orvosává engem felavatott. Gyertek el, lássátok, s higgyetek nevében, a keresztény népek igaz Istenében. Arany Jánost hívom segítségül, és az ő verse kapcsán szeretnék egy-két dolgot megerősíteni. Akkor, amikor László királyra úgy tekintünk, mint szentre, akkor egyik legfontosabb dolog, hogy minden tettünkben az Istenhez fordulunk. És ebben a helyzetben, hiszen dögvész van, átéltük a Covid-járványt, bár azt gondolom, hogy talán ebben még nem is voltunk annyira tehetetlenek, mint abban az időben, sokkal eszköztelenebbek voltak. És hogy ebben a tehetetlenségben a király tudja, hogy egyedül az Isten tud segíteni. És hogy nem restel a nép elé állni, és hogy hangosan könyörög az Istenhez. Én azt gondolom, hogy korunkban is hitvalló emberekre, hitvalló vezetőkre van szükség, akik mernek imádkozni.
a vallásos nevelés tekintetében az egyik legmeghatározóbb dolog az, amikor a családfű, az apa imádkozik a családban. Akkor, amikor egy apa letérdel, aki a családban az erőt és a biztonságot képviseli az Isten előtt. Azt gondolom, mindannyiunk számára ez egyik legmeghatározóbb élmény, amikor szüleink, nagyszüleinket, apánkat, nagyapánkat, vagy buzgó férfiakat látunk imádkozni. A férfi imádság valahogy másabb, mint a nőknek az imája. Mind a kettő fontos, de a férfi az erőt képviseli. És László király, aki egy fejjel nagyobb mindenkinél, meghajol az Isten előtt. És akkor, amikor a lehetetlenségben, a tehetetlenségben tudja azt, hogy egyedül az Isten tud segíteni, akkor utána hálát ad és az Istenre mutat. Egyébként minden szentnek az életében jelen lehetnek csodák, de minden szent tudja, hogy a csodát nem ő végezte, hanem az Isten általa. Tehát Szent László királyra tekintünk, ahogyan említettem, egész életében harcolt. 31 évesen kerül a trónra, és mindösszesen 48 éves, amikor befejeződik az ő földi élete. Akkor, amikor ő harcol, akkor látnunk kell azt is, hogy úgy akar rendet tenni, hogy Istenhez fordul. És a harcnak sokféle formája van, talán most a külső harcokat említettem, amikor az országban nagyon kemény törvényeket hoz, vagy akkor, amikor küzd a különböző támadásokkal szemben. De azt gondolom, hogy látni kell az ő belső harcát is, az ő belső vívódását. Két dolgot szeretnék említeni. Az egyik, hogy nem tudjuk biztosan, de valószínűleg két felesége volt. Az első felesége egy főnemesnek a lánya lehetett, akivel szerelmi házasságot kötnek. Ebből a házasságból született egy kislány. Nem tudjuk pontosan, bizonytalan, a Harsányi Lajos a regényben egyébként egészen szépen leírja ezt a történetet, de minden esetre átéli azt, hogy elveszíti a szeretett feleséget. Azt, akit fiatalon megismert és akiért az életét adja. Özvegyi sorsra jutni egy férfinak szerintem bizonyos szempontból nehezebb. Persze a hölgyeknek is nehéz. Ott, ahol igazi társa másik, ott az nagyon nagy veszteség. És felül emelkedni, hogy élni kell, menni kell előre, az bizony nem kis dolog. Csak Istennel lehetséges. Tehát László király miközben elveszíti a családnak a férfi tagjait. Látja, hogy hal meg az édesapja, nagybátyja, unokatestvérét börtönbe záratja, de meghal a bátyja. És ez a sok-sok értelmetlen harc, és ezen kell felül emelkednie. És akkor, amikor ő István királynak a sírjához lemegy imádkozni, akkor ez is egy belső harc, hogy tudjunk megbocsátani, hogy tudjunk dolgokat átengedni az Istennek, mert nem vagyunk mindenhatóak, és az Istennek a kezében vagyunk. Azt hiszem az életünkben talán ez az egyik legnehezebb dolog, hogy lemondani a bosszúról, és odaadni az Istennek a kezébe, hogy majd az Isten tudja azt, hogy kivel, mikor, hogyan, mit kell tennie, és hogyan kell bánnia. És a másik harc, ami az ő szerepéből forrásozik, király, vezető. És mi is a belső konfliktus? Az, amikor kemény törvényeket kell hoznia, és közben pedig mégis keresztény. Tudja, azt is mondja, hogy nem lehet keresztény uralkodó bűn nélkül. De aki vezetői szerepben van, az megtapasztalja ezeket a konfliktusokat. Hogy mi a fontos? Az, hogy rendet tartsak, vagy az a fontos, hogy szeressenek az emberek? Ugye, ha az a célom, hogy szeressenek az emberek,
Ennek az az ára, hogy nem tud az ember jó vezető lenni, és mindenki azt csinál, amit akar. Ugye ez nem biztos, hogy olyan nagyon jó. Ha pedig az ember nagyon kemény, akkor pedig nagyon hidegnek tűnik, bár lehet, hogy minden rendben megy és fegyelmezetten, de érzi az ember, hogy ez sem olyan jó. Tehát valahogy azt gondolom, hogy mindannyian, akik vezetői szerepben vannak, azok tudják azt, hogy amikor az ember konfliktusba kerül, hogy most mit tegyek, mi az, ami igazán jó. Szent László király rámutatott erre, hiszen a népnek szeretett vezetője és szeretett királya volt. És ma is úgy tekintünk ő rá, aki népének, magyar nemzetének irányt mutat. Ahogyan említettem, egész életében harcolt. És mi is harcolunk, ha akarjuk, ha nem, jó és rossz között, mai világunkban is harcolunk korunknak a szellemiségével. Ma is kereszténynek lenni nem könnyű feladat. Bizonyos szempontból, aki Krisztus követő, az más, mint a többi ember. A keresztény másságunk az előbb-utóbb megmutatkozik. Főként akkor, amikor bajban és nehézségben vagyunk, hogy akkor tudunk-e másképpen tenni, mint az átlag ember. De legyőzni saját magunk ösztöneit, saját magunk belső világát, az sem könnyű dolog. Ez csak a Jóistennel együtt lehetséges. Az elmúlt vasárnapi olvasmányban Jeremiás próféta állt előttünk, akinek a sorsa nagyon hasonlít az Úr Jézuséhoz, mert nagyon sokat szenvedett. És hallhattuk akkor az olvasmányban, hogy az Úr, mint hűs harcos mellettem áll, ellenfeleim meginognak, és nem bírnak velem. Azt gondolom, hogy akkor, amikor mi harcolunk, akkor ezt mindig látni kell, hogy az Isten mellettünk van. Főként akkor, amikor mi az Istenért harcolunk, amikor az Isten ügyét képviseljük, akkor, amikor az Isten ügyéért, az Isten törvényeiért szenvedünk, azt a Jóisten mindig megáldja. Valójában ez a legnagyobb dolog, amit tehetünk az Istenért, hogy kiállunk mellette, jó és bal sorsban, bármi is történik, akkor is hűségesek vagyunk hozzá. Kérjük a Szentlélek Úristent, és kérjük Szent László királynak a közbenjáró segítségét, hogy mi is jó harcosok legyünk. Jó harcosok legyünk, amikor küzdünk a becsületes megélhetésért, akkor, amikor küzdünk a családunkért, akkor, amikor küzdünk a kor szellemiségével, hogy legyen velünk a Szentlélek Úristen, erősítsen és bátorítson bennünket, hogy ő mindig mellettünk van, és sohasem hagy el. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Koncilius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kint halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.
hiszen a Szentlélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszen az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Istent, hogy Szent László közbenjárására hallgassa meg kéréseinket. Addurunk, hogy hazánk főpásztorai és papjai Szent László király bölcsességével vezessék hívő népedet. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg, Urunk, népünk áldozatos munkáját, amint segítetted Szent László királyt hősi küzdelmeiben. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Oltalmazd, Urunk, egyház községünket minden veszedelemtől, Szent László királyunk égi pártfogása alatt. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, Urunk, hogy férfi híveink Szent László királyban lássák meg az erősítő, Istenben bízó ember eszményképét. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy betegeink csodatevő szentednek közbenjárására gyógyulást nyerjenek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, aki Szent László királyban a hit bajnokát és a csodát érdemlő bizalom példáját adtad nekünk, engedd, hogy a hitben és a reményben mi is az ő nyomdokain járjunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedbe a áldozatot, melyének kísérletére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész ami szent egyházára. Mindenható Istenünk, fölajánljuk jóságodnak engesztelő adományainkat, kérünk fogadd el azokat Szent László király érdemeiért és közbenjárására, és árazdánk áldásodat, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a telekeddel. Emeljük föl szívünket, feleljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten,
két szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennünk a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy családba tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételünk által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus a mi Úrunk által. És ezért, miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt, dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyed és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki él az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent élek erejével, éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a szent élek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálálat életjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára,
ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent László királlyal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Csaba főpásztorunkat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkedben. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok mindazok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Krisztus lelke, szenteld meg engem, Krisztus testet, üdvözíts engem, Krisztus éve, üdvözs meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most is szállva engem, Krisztus kényszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe, rejtsd el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazd meg engem. Halálom óráján, hívj magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szenteiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségünk szentségét, alázatosan kérjük jóságodat, ne vond meg tőlünk jelen életünkben segítségedet, és Szent László király közbenjárására add, hogy elnyerjük az örök boldogságot, Krisztus, ami Urunk által. Amen. A szentmise végén szeretnék köszönetet mondani, akik ehhez alándokoltak, hogyha nem is olyan messziről, de hogy eljöttek erre a szentmisére, és hogy a szentmis után a szokásos ünnepségünket folytatnánk. Ez a lóg az esőnek a lába, ez ugye arra in bennünket, hogy bemenjünk, vagy hogy fedett rész alá kerüljünk. Emiatt a társaság egy kicsit meg fog bomlani, emiatt elnézést kérek. De amennyire tudunk, menjünk be az ebédlőbe, vagy 30-an elférnek, és utána pedig a folyosókon is lesz majd terítve. És köszönöm szépen, amit hoztak süteményt, üdítőt erre az alkalomra. Hát a többit majd folytatjuk be, mint majd a szentmise végén elénekeljük a himnuszokat. Most pedig akkor az ünnepélyes áldás következik. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. A mi Urunk, a minden vigasztalás Istene, irányítsa napjaitokat az ő békéjében, és ajándékozzon meg titeket minden áldásával. Amen. Szabadítson meg minden megpróbáltatástól, és erősítse meg szíveteket az ő szeretetében. Amen. Hitben, reményben és szeretetben bűvelkedve, éljétek le a földi életet, mindennapi munkátok legyen érdemszerző, és jussatok el a boldog örök életre. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk elő,
szeretési hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Thank you.